A magyar kormány még 2010-ben az egyik legfontosabb fejlesztendő területként az egészségügyet jelölte ki. Akkor 500 milliárd forintot különített el a költségvetésből erre a célra. Ez az összeg 2017-ben 700 milliárdra emelkedett. Makóváros önkormányzatának képviselőtestülete 2015-ben döntött arról, hogy a házi orvosi feladatellátáshoz kapcsolódó intézményeket felújítja. Így születhettek újjá a Jussi Gyula utcai, a Hollósi Kornélia utcai, a Tulipán utcai és a Makó-Rákosi rendelők. Május végén pedig elkezdődhetett a Kálvin utcai rendelő újjáépítése is. 2018-ban döntött arról a képviselőtestület, hogy a Kálvin utca 24 szám alatt lévő háziorvosi rendelő komplexumot, amely egy gyógyszertár épületével együtt végül elbontásra került, teljes körűen önkormányzati költségvetésből indítja el a fejlesztési beruházást, és mintegy 420 millió forintos beruházási értékként megvalósítja. A polgármester hozzátette, a beruházás jelenleg körülbelül 45%-ban van készen. A nyertes kivitelező az M-Color 2009 Kft. Lett. Méhes Tibor ügyvezető a munkálatok részleteibe is beavatta a sajtóképviselőit. Május 8-án vettük át a munkaterületet. Kicsit nehézkes volt a dolog, mert nagyon sok esőzés miatt csak május végén tudtunk kezdeni, de azt gondolom, hogy elég szépen előrehaladtunk, 7 hónap alatt kerültünk ebbe az állapotba. Jelenleg az alapszerelés folyik belőlről, a tető az lassan fölkerül mindkét épületre, úgyhogy azt gondolom, hogy a polgármester azt is mondta, biztos vagyok benne, hogy tudni fogjuk tartani a december 31-i határidőt. Az új komplexumban 4 felnőtt és 2 gyermek háziorvosi rendelő, 1 védőnői szolgálat, az iskolai fogászati szakrendelés, valamint egy gyógyszertár is helyet kap majd. Dr. Hadik György önkormányzati képviselő rávilágított, éppen ezek miatt fontos funkciót fog az intézmény betölteni a városban. Körülbelül 10 000 lakost lát el, ebből 1100 körül a gyermek, 7800 a fölnőtt rendelésekre eső, illetve a többi gyermekorvosi rendelések, amit a fogászat fogja ellátni. A beruházás Székely Ildikó települési képviselő körzetében valósulhat meg, aki elmondta, nagyon örül a fejlesztésnek. Úgy gondolom, hogy ez méltó bizonyíték annak, hogy városunk önkormányzata a családok, a gyermekek, valamint az idősek támogatása mellett külön figyelmet fordít az egészségügyi ellátásunk fejlesztésére is. És bízunk benne, hogy a következő év elejétől a makói lakosokat, a gyógyulni vágyókat a megfelelő körülményekkel és a 21. század igényeknek megfelelő ellátásban tudjuk majd részesíteni. Az építkezés előreláthatólag december 31-ével befejeződik, akkor indulnak majd az engedélyeztetési eljárások, ezek néhány hónapot még igénybe vesznek majd, de a tervek szerint legkésőbb jövő tavasszal már elindulhat a rendelés.